IT Business aktuális konferenciájának a témája az empátia köré szerveződött. Mennyire van szükség az ön véleménye szerint a piac és az állam között empátiára? A maximális mértékben. Én azt gondolom, hogy jól működő kormányzat, jól működő gazdaság nem létezik empátia nélkül. Nekünk pontosan ismernünk kell azokat a piaci problémákat, igényeket, amelyekre megoldást kell lehet adni. Másik oldalról a piacnak is értenie kell azokat a lépéseket, döntéseket, amit a kormányzat hozott. A versenyképesség is szóba került itt a mai kerekasztal beszélgetés kapcsán. Mit gondol, mi a versenyképesség záloga? Tudás, mindenképpen a tudás, és emögött egy biztos, stabil szabályozási rendszer. Ez a két dolog elengedhetetlen ahhoz, hogy akár piaci oldalon, akár kormányzati oldalon sikeresek lehessünk. Mit tudunk tenni szabályozási fronton azért, hogy ez a versenyképesség megvalósuljon? Hol tartunk ebben a folyamatban? Itt elég konkrét példák hangzottak el a konferencián startupokkal kapcsolatosan, mire lenne szükség, hogyan lehetne könnyebben, egyszerűbben pályázati forrásokhoz, pénzekhez jutni, milyen szabályozási környezetre, támogatásra lenne szükség azon cégeknek, akik ebben a kategóriába tartoznak az üzleti sikereikhez. Én azt gondolom, ezzel a kérdéssel nem csak hogy foglalkozunk, hanem megoldást is tudunk biztosítani. Másik oldalról szükségünk van arra, hogy azok a piaci impulzusok, problémák, javaslatok beérkezzenek hozzánk, amivel még kedvezőbbé tudunk tenni egy-egy ágazat kapcsán gazdasági szabályzókat. Források kellenek mindenhez, akár a tudáshoz, akár pedig a szabályzáshoz. Mit lehet tudni, ugye új ciklus elé nézünk, többször beszéltünk már róla, de szeretjük a számokat. Igen, a számok beszélnek, beszédesek. Ezen a téren jelenleg még mindig tervekről beszélhetek csak, tehát tervszámaink vannak. Jelen pillanatban nagyjából 350 milliárdnyi direkt és körülbelül 250 milliárdnyi indirekt forrás használható az ágazat működése kapcsán a következő 7 évben. Az alkalmazás fejlesztést említette, mint a jövő egyik új trendje, iránya. Mit is értett a kerekasztalon ez alatt? Ez alatt alapvetően a közigazgatás szolgáltatási szintjének az emelését, javítását. Szeretnénk elérni azt, hogy sokkal gyorsabb, egyszerűbb ügyintézés alakuljon ki a közhivatalokba, járás- és kormányhivatalokba, azon intézményeknél, ahol akár a piaci cégek, vállalatok, akár az állampolgárok megjelennek. Már elindult ez a folyamat, tehát vannak nagyon jó kezdeményezések. Mi a jövő, mi a következő lépés? Ehhez is pénzre van-e szükség, vagy magára az ötletre? Hol tartanak? Ugye több oldalról is kell fejleszteni, nem csak a szabályozási rendszert kell átalakítani, infrastruktúrát kell építeni. Az infrastruktúraépítés egyik fontos eleme az, hogy új digitális közműrendszer épül Magyarországon, teljes körű szélessávú infrastruktúra kerül kialakításra. Képzési oldalról számosan megállapodást kötött a kormány, melynek keretében korlátlanul használhatnak a diákok, hallgatók, oktatók zárt vagy nyílt forráskódú szoftvereket, illetve megteremtettük az elektronikus aláírás, elektronikus határozathozatal, elektronikus fizetés alapjait. Elhangzott egy gondolata az iménti kerekasztalon, hogy versenyképes, vagy pedig kiszolgáló ország legyen-e Magyarország, és nekem ez a gondolat nagyon szöget ütött a fejemre, hogy önnek mi a véleménye róla, hogy mi kell ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, és ez a kiszolgáló szemlélet, ez változzon. Egy nagyon komoly szemléletváltás kell ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. A versenyképesség mára valójában a piaci folyamatokkal függ leginkább össze, valamint a tudásgazdasággal és a hálózatos gazdasággal. Ez azt jelenti, hogy a versenyképességünkhöz nekünk nem kell föladni önmagunkat, de látnunk kell, hogy csak azok az értékek a versenyképesek, amelyeket önmagunk értékeiből a nemzetközi terekben és a hálózatos piacon is el tudunk adni. Létrejött a versenyképességnek egy méretgazdasági jelentősége. Bizonyos nagyságrend alatt senki nem lesz versenyképes, sem egy termék, sem egy ország. Ha nem tudjuk ezt a méretgazdasági problémát az Európai Unióval, a nemzetközi partnerekkel megoldani, akkor elveszíti Magyarország a versenyképességét, és akkor jön az a probléma, hogy bezárkózás lesz, és a részpiacokon történő integráció, amelyben kétségtelenül már csak másod-harmadvonali típusú munkahelyek teremtődnek. Hadd mondjak erre néhány példát. Hát, ha nem tudunk olyan tudományos, innovációs együttműködést, amelyben a legújabb tudásokat birtokló mérnökök, technológiák Magyarországgal valamilyen kapcsolatban vannak, akkor nem tudjuk ezeket sem felhasználni, sem nem tudjuk megtanítani az itteni munkaerőt arra, hogy ezt alkalmazza. Ha ezt nem tudjuk, akkor nem tudunk olyan típusú új technológiákat létrehozni, olyan új termékeket létrehozni, olyan új szolgáltatásokat, amelyek valójában 50-100-300 milliós piacokon versenyképesek. Akkor sajnos valóban az a helyzet, hogy rá is kényszerülünk, és van egy billenő pont,
ahol, hogyha nem tudunk ebbe a technológiába belépni, akkor óhatatlanul követő technológiába maradhatunk. Ez az oka annak, hogy Magyarországon sok mindenki elmegy, ez az oka annak, hogy le vagyunk maradva kicsit az innovációnak, és ez az oka annak is egyébként, hogy Magyarországon piacképes termékeket a 10 milliós piacon nem nagyon lehet eladni, annak ellenére, tehát nem csak az, hogy kicsit rosszabbul élünk, ezért a belső piac is szűkebb, ez is egy probléma, de önmagában az a probléma, hogy a 10 milliós lélekszám nem tart el érdemi piacokat. Ez az egyik gond. A másik gond, hogy ahhoz, hogy a 10 milliós piac valódi versenyképességet adjon, ahhoz egy strukturális változásnak kell létrejönnie, ennek a piacnak egy integráltabb helyzetbe kell kerülnie. Akár a tudáspiacnak, például egyetemek, főiskolák, akadémia, sokkal inkább integrálniuk kellene a saját maguk piacait, sokkal inkább látniuk kellene, hogy nem részekből, hanem összegészből súlyos döntésekkel ki kéne alakítani ezt a tudományos belső piacot, és a másik oldalon olyan tudásközművek, infrastruktúra közművek kellenek, amelyek mindenki számára ebben a 10 millióban elérhetővé válnak, vagyis a termékem azonnal versenyképessé. Nagyon nagy probléma, hogy nincs önálló infokommunikációs operatív program, mert egy ilyen operatív program adja meg azt a struktúrát, amivel ki tudom kényszeríteni a többi elemből a modernizációs változást. Ha nekem kell állandóan alkalmazkodnom, akkor ugye próbálhatok injekciót adni egy szervezetnek, hogy itt-ott valami kis belső infrastruktúrája legyen, de ez ma már nem korszerű, magát az egész szervezetet kell úgy átalakítanom, és az is méretfüggő. Tehát ugyanúgy, ha egy Európai Uniós forrásrendszer 10 milliárd, 50 milliárd, 60 milliárd, ez persze egy szép összeg, de arra nem alkalmas, hogy ezzel összegszerűen átalakítási struktúrákat indítsunk el. Ezért fogjuk azt javasolni, hogy igenis ilyen operatív program legyen a következő EU-s szakaszban.